Nagy tisztelettel köszöntöm a Világok Harca című műsorunk hallgatóit, és tisztelettel köszöntöm Resperger Istvánt itt a vonal túlsó végén, katonai szakértőt. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, tisztelettel üdvözlöm a hallgatókat! És szeretném kérdezni az orosz-ukrán háború egyes aktuális kérdéseiről. Itt a Harkivi vagy Harkovi, attól függ, hogy ki hogyan ejti ugye ezt a településnek, illetve megyének a nevét. Ezzel kapcsolatban lenne az első kérdésem. Egy nagyobb szabású orosz offenzíva indult a térség ellen. Úgy tűnik, hogy vannak olyan sikerek, amiket az oroszok itt már el tudtak érni, bizonyos településeket el tudtak foglalni. Mi most a helyzet, hogyan látja, mennyire védhető ez a terület az ukránok által? A arcvonal ugye közel 810 nap óta zajló háborúkat mutat. Nagyon jelentős veszteségek vannak mind a két oldalon, ez is nagyon fontos a kérdés megértéséhez. Közel 300 ezer halott van a két oldalon, kicsit több ukrán, 160 ezer és 140 ezer orosz, és közel 900 ezer sebesült a két oldalon. A most megindított orosz offenzíva, ez az észak csoportosításnak nevezhető. Ezekben belül közel 50 ezer katona van, 400 harckocsi, 950 darab páncélozott szállító harcjármű, és közel 1000 darab tüzérségi eszköz. A főerőket azt a Belgorod csoport képzi közel 30 ezer fővel, főként Harkiv irányába próbálnak támadni. A középső csoport, a Kursk fedő nevű, ők 10 ezer fővel főleg lekötik az ukrán erőket, illetve a Bryansk csoportja közel 8 ezer fővel szintén lekötő csoportosítás. Ennek a támadás az egy korlátozott célú területszerzés, főként arra reagált a katonai vezetés, amit Putyin elnök úr kitűzött, hogy el kell tolni az arcvonalat az orosz határtól, hogy az ukrán tüzérség ne tudja lőni Kursk, Belgorod és a többi falvakat. Nagy valószínűséggel, amit már az ukránok is elismertek, harcászati sikereket értek el az oroszok. Ez egyrészt annak volt köszönhető, hogy erőfölényben vannak, több tüzérségi eszközük van, 10-1 arányban tudnak tüzérségi csapásokat mérni. A másik az, hogy a korrupció megint megjelent. Felvételek vannak olyan állásokról, amit nem építettek ki az ukránok az északi részen, illetve a harckocsi akasztók, vagy polgári nyelven sárkányfogakat egymásra dobálták, nem telepítették az orosz erők előtt. A fő cél az az egyrészt, hogy eltolják az arcvonalat, másrészt egy kisegítő támadást mérjenek, ugye abba az irányba, hogy északon Kupjanszk irányba is támadnak a donyecki területekről az oroszok, így föntről, északról ennek a ukrán csoportosításnak a hátába kerülhetnek, illetve a logisztikáját pusztíthatják, így nagyobb területeket tudnak megszerezni. Több szakértő egyetért abban, hogy nagyobb várost még nem vettek be az oroszok, egyedül délen Melitopol városát, tehát itt is sokkal több erőre lenne szükség, hogy mondjuk Harkivot, vagy Szumit, vagy Csernyhivet elfoglalják, tehát ez inkább tehermentesítés, területszerzés és az orosz területek biztosítása. Azt mondta, hogy nem elég ehhez az erő, hogy ezeket a városokat elfoglalják, akkor hogyan lehet így nekiállni, úgymond egy offenzívának? Most ez egy nagyon laikus kérdés, de itt a célokat említette az előbb, hogy mi itt a cél. Tehát, hogy az a lényeg, és ugye ezt láttam, hogy az ukránok részéről meg is jelent, hogy elvonják a figyelmet, mondjuk olyan frontszakaszokról kelljen áttelepíteni ide ukrán védelmet, ahol aztán szintén áttörhetnek az oroszok, tehát ezeket a gyenge pontokat keresik végül is ezen a fronton? Igen, most az oroszok ezt az 1000 tűzszúrás elvét alkalmazzák, hogy most északról is indítottak egy támadást, az északi frontvonalon Kupjanszk, Lianszk irányába is folyik művelet Zaporozsia irányában, illetve amit az ukránok tavaly elfoglaltak ellentámadás időszakában a
Robotine nevű falunál, és ugye folytatják a műveleteket Avgyivkától. Így az ukránoknak sokkal hosszabb arcvonalt, eddig egy ugye körülbelül 6-800 kilométeres aktív arcvonal volt, most folyamatosan csapásokat mérnek Herszon megyében is, illetve most legalább 3-400 kilométer plusz határszakaszon támadtak az oroszok, így az ukránoknak a meglevő erőikből egyre többet kell az északi régióba csoportosítani. Az orosz harcászati sikerek mellett azt is el kell mondani, hogy már eddig is Avgyivka után a hadműveleti tartalékok fogynak az ukránok részéről. Tehát amit az amerikaiaktól kaptak M1 Abrams harckocsikat, abból 31-ből már hetet elveszítettek. 18 Leopard 2 A4-es A6-os harckocsit tettek működésképtelenné. Patriot légvédelmi rendszert lőtek ki az oroszok, Nezemszet. Megsemmisültek az első Panzerhaubice német tarackok és a Cézár önjáró tarackok, amit a franciák biztosítottak. Tehát tényleg a végóráiban van az ukrán haderő, nagyon nagy szükségük van arra segélyre, amit most Blinken külügyminiszter úr bejelentett Kijevben, hogy nagyon hamarosan ez beérkezik, de hát ugye személyi állományban van a legnagyobb gondban most az ukrán haderő, hiszen azt lehet mondani, hogy a személyi tartalékoknál körülbelül 25 ezer főre lenne szükség havonta. Ezekkel az emberfogásokkal és kényszer sorozással 10-12 ezer ember tudnak mozgósítani, az oroszok pedig most készítenek föl még egy nagyobb köteléket támadásra, még 150 ezer embert szeretnének mozgósítani. És ugye akkor itt még nem beszéltünk az új technikai eszközöket, amiket kapnak, a Bradley gyalogsági harcjármű és egyéb technikai eszközök, lőszerek, ezekre történő kiképzés, tehát nagyon későn jött ez a segítség. Ez lett volna a következő kérdésem éppenséggel, hogy ez a segédcsomag, amit ugye Amerika megszavazott, és egy jó pár hétig egyébként itt a média is nagyon figyelt rá, hogy ennek a részleteit és hátterét megvilágítsa, ez mennyire késő, mennyire késett el ez a segélycsomag, és egyébként, ha már elfogadták, akkor katonai szakértők biztos, hogy jobban átlátják a helyzetet, mint mondjuk egy laikus polgár vagy egy újságíró, hát nem lehetett volna ezt hamarabb? Hát ugye a belpolitikai csatározásoknál Amerikában elnökválasztási év vagy fél év van, tehát nagyon látszott az, hogy tavaly október óta nagyobb lőszerszállítmány sem érkezett, illetve nagyobb technikai eszközt sem adtak át, tehát a demokraták és a republikánusok inkább a mexikói bevándorlással, a belpolitikával, az elnökválasztásra koncentráltak, illetve hát az eszközök azért itt vannak Európában, tehát viszonylag gyorsan el lehet juttatni Ukrajnába, de Ukrajnán belül is még a kiképzést meg kell ezekre szervezni, illetve el kell juttatni majdnem 1000 kilométeres távolságra az arcvonalba, hogy a katonák ezt használni is tudják. Ami most a legnyomasztóbb, az a tüzérségi fölény, illetve az, hogy ugye az oroszok tizet lőnek még egyet az ukránok nagy kerekítéssel, a másik pedig a légvédelemnek a hiánya. Most körülbelül 30%-nyi ballisztikus rakétát, manőverező robotrepülőgépet vagy drónt lőnek le az ukránok. A tavalyi évben ez 70-80%-os arányt mutatott, tehát egyre jobban kialakul egy légi fölény is, ami sokkal jobban tudja támogatni az orosz csapatokat. A harmadik pedig a hírszerzés, egyre pontosabb adatai vannak az oroszoknak a különböző helyszínekről, különböző csapatcsoportosításokról, és az, hogy a hadiparuk fölpörgött, és közel 100 harckocsit, 200 tüzérségi eszközt tud felújítani havonta. Közel 500 ezer fő dolgozik most már a hadiparban Oroszországban, és a legnagyobb előnyük az, hogy ők tudják gyártani a lőszert, havi 250 ezret gyártanak, azaz évi 3 milliót. Ez azt jelenti,
hogy az egész NATO nem tudott 1 millió lőszert biztosítani ebben az évben Ukrajnának, ez óriási hátrány ebben a felörlő háborúban. Visszatérve még itt a Harkivi offenzívához, ugye van egy Harkivi település, Volcsanszk, amelyel kapcsolatban érdekes hírek jelentek meg, és nem tudom, mit lehet ezekről pontosabban tudni, ugyanis egy német osintelemző úgy nyilatkozott ezzel kapcsolatban, a várossal kapcsolatban, hogy jóformán az ukránok védekezés nélkül nézték végig, hogy ebbe a városba bevonulnak az oroszok. Ha jól tudom, akkor itt még egyébként zajlanak a harcok, legalábbis a város vezetője szerint, és bár elfoglaltak fontos állomásokat az oroszok, de még ugye küzdenek velük az ukránok. Mit lehet tudni erről a városról? Úgy tudom, hogy nagyobb katonai jelentősége nincsen, inkább azzal került most itt be a hírekbe, hogy itt nagyon gyenge volt a védekezés. Igen, itt parancsnokot is váltottak az ukránok, de azt is tudni kell, hogy a védelmi vonalakat nem közvetlenül a határon és a határon levő falvakban építik ki. Általában egy 5-10 kilométeres úgynevezett biztosítási öv, vagy ahogy most a polgári újságírók írták, egy szürke zóna van a két hadsereg között. Ide tört be először az orosz haderő, közel 100 négyzetkilométert, 4 falut foglaltak el. Van olyan falu, ahol visszatámadtak, azaz ellentámadást hajtottak végre az ukránok, ez a falu is még kétséges. 3-4 nap múlva kapunk olyan térképet, amin látjuk majd az arcvonalat. Tehát nem egy nagyon védett, megerődített faluról volt szó, hanem a szürke zónában levő faluról beszélünk. Azt is kiemelik egyes elemzők, hogy ha nincs is katonai jelentőség egy ilyen településnek, az ukrán katonai morálra mégiscsak hatással van, hogyha azt hallják, hogy ezt is bevették, azt is bevették az oroszok. Hogyan látja ezt a jellemzőjét, vagy ezt a szempontját a háborúnak, mert ugye eszközökről sokat beszélünk, a front helyzetről, hogy milyen csapások történnek, de hát ugye van ennek egy emberi dimenziója is. Igen, én azt szoktam mondani, hogy a háborúban a kormányok, a hadseregek teszik a dolgukat, meg a lakosságnak a támogatása nagyon fontos, de az nagyon látszik már a migrációs számokon is, akik elvándorolnak a háború elől, hogy ez iszonyú magas. Belefáradtak az ukránok ebbe a háborúba, én azt gondolom. Egyre nagyobb az arcvonal, nincs már nagyon hadműveleti, hadászati tartalékuk, és a morálra az meg nem tesz jót, hogy Avgyivka óta hátrálnak. Tehát azóta az oroszok megszerezték a stratégiai kezdeményezést, nagyon kis területeket, de napi 300 métert, 1 kilométert haladnak Avgyivkánál, Donyecknél. Ez is egy meglepetésszerű támadás volt, bár nyilván előre jelezték ezt, hogy hol várható egy orosz újabb inváziós rész megjelenése. De hát az, amikor egy hadseregnek mindig vissza kell vonulnia, árkot kell ásni, aknát kell telepíteni, főleg úgy, hogy nincs mögötte elég tüzérségi eszköz, az nagyon lehangoló. Sikereket érnek el az ukránok, főleg az orosz haditengerészet, az orosz légibázisok ellen. A HIMARS sorozatvetőnek a 300 kilométeres rakétájával egy újabb orosz légibázisra mértek csapást. Tehát vannak sikerek, de sajnos ez az arcvonalban nem érzékelhető, mert visszafele kell menni, illetve nagyon nagy a tüzérségi tűz orosz részről. Említett itt az imént több front szakaszát ennek a háborúnak, ahol zajlanak ugye jelenleg is aktívan ezek a csapások, vagy egymás elleni támadások. Melyik részt látja a legkritikusabbnak? Én azt gondolom, most az egyik az az Avgyivkánál, hiszen tavaly azt rendelte el Zelenszkij elnök, hogy nem kell ott védelmi állásokat kiépíteni, mivel az ukránok egy nagy ellentámadásra készültek az oroszok ellen. Most úgynevezett hevenyészet védelmet, nagyon gyorsan kiépített állásokat vonják vissza az ukrán erőket. Itt 2 védelmi vonala van az ukránoknak, ebből az egyik elesett Avgyivkánál, még hátrébb 15 kilométerrel van egy másik védelmi vonal. Ez az egyik fő veszélyvonal a oroszok részéről, a másik pedig a Belgorodtól még keletebbre levő területeken,
az együttes támadás, akik a Kupjanszk irányba támadnak keletről, és az északról támadó orosz erők, ezek jelentős területeket tudnak visszaszerezni. Hát ugye azokat, amiket tavaly elvesztettek az ukrán ellentámadásnál, Harkivnál. Én ezt a két kritikus pontot látom most. A következő témánk Belgorod, ugyanis ezt is érték támadások, ugye ez ukránok által támadott terület, és itt az elmúlt napokban is volt hír erről. Ez mennyire jelentős orosz szempontból, hogy ezt a várost találatokért érik, akár politikai szempontból, mit jelent ez Oroszország számára? Igen, az, hogy orosz területeket, az orosz anyácska területét támadás éri, ez politikailag nem jól jön egyrészt Putyinnak, illetve a hadseregnek, ezért is indították itt az északi részen ezt a támadást, hogy minél távolabb szorítsák a ukrán erőket, hogy ne tudjanak tüzérségi tűzzel csapásokat mérni, hiszen a médiában is benne volt az a orosz lakóház Belgorodban, ami ugye megsemmisült és összeomlott. Azt lehet mondani, hogy ez a katonai és a civil morálra is rendkívüli hatással van, hiszen több száz kilométerről mértek csapást Belgorodra, ugyanolyan rakétákkal, mint a repülőterekre, és ezek a morálra hatnak, hiszen Belgorod területén is az iskolákat át kellett telepíteni, hiszen tüzérségi tűz alatt álltak, közel állnak a orosz-ukrán határhoz. És ha már a politikai szempontok itt felmerültek ugye orosz részről, akkor még egy picit visszautalnék azért Ukrajnára, itt említette Avgyivkának a területét. Mennyire lehet látni azt, hogy az ukrán front szakaszon, akár ezek a kritikus szakaszok, mondjuk nyilván, hogy ezt majd a háború után biztos az ukránok is elemezni fogják, de hogy a politikai döntések, akár hibás politikai döntések mennyire játszanak ebben szerepet? Ugye Avgyivkánál azért erről több információ volt, hogy későn tudták elhagyni akár maguk az ukrán egységek is a várost. Igen, általában, ha a politika beleszól a katonai logikába, ott probléma szokott keletkezni. Az első nagyobb ilyen probléma az Bakmutnál volt, amikor egy völgybe levő várost próbálta Zelenszkij mindenáron megvédetni a haderővel. Már ott hátrébb kellett volna vonulnia, és mondjuk a kedvező magaslati pontokról megakadályozni az orosz további támadást, ugye Kramatorsz irányába. A másik, ez az Avgyivka, ha nem építünk ki védelmi vonalakat, és mondjuk az ellenség jelentős fölényben levő támadást indít, akkor nincs hol megkapaszkodni, tehát akkor házról házra, állásról állásra jövünk vissza, illetve nagyon látszik az is, hogy Harkivnál már a Kraken, azoknak egy hasonló szervezetét már, mint elit zászlóajat be kellett vetni, illetve ezekben a veszélyeztetett irányokban is ott vannak a elit gépesített csapatok. És főleg az a probléma, egy jó példa rá talán, hogy ez a Robotina nevezetű településnél ékelődtek be az orosz védelembe az ukránok. Itt korábban 12 dandáruk volt, most már csak 60, felmorzsolták őket az orosz erők, illetve a harcvonal más szakaszára vitték őket, és talán jól jellemzi a helyzetet, hogy egy gépesített dandárt át kellett nevezni gyalogdandárnak, mert az orosz drónok és a tüzérség szinte minden eszközt megsemmisített. Ugye a háború első hónapjaiban még volt egyfajta lelkesedés, akár önkéntesek jelentkeztek, hogy nemzetközi helyekről jöttek, és ebből tudtak csapatokat verbúválni Ukrajnában, illetve akkor még nyilván maga az ukrán társadalom is egy nagyobb, hát a lelkesedés lehet, hogy erre nem is jó szó, de egy nagyobb indulattal voltak azzal kapcsolatban, hogy igenis el kell menni, fegyvert kell fogni, meg kell védeni ő Ukrajnát. Most hogyan látja ezt a helyzetet, mennyire jönnek még akár külföldről, hogy segítsenek Ukrajnának, és itt most a humán erőre gondolok, és nem arra, hogy országok küldjenek csapatokat, hanem az önkéntesekre. Önkéntesekben azt látjuk, hogy egy több országnál, mondjuk Csehországnál a köztársasági elnök engedélye kell, hogy valaki részt vegyen ilyen más országok
háborújában. A háború eleje óta követi az orosz média azt, hogy körülbelül 8-10 ezernyi ember lehet más országokból ezekben a műveletekben. Azt folyamatosan nyilvántartják, akiket semmisítettek meg, illetve likvidáltak, ahogy ők mondják, ez közel 4 ezer fő már. Azt lehet még talán elmondani erről a történetről, hogy ugye az ukránok fordított mozgósítást csináltak, azaz az idősebb korosztályt hívták be, a 27 év fölöttieket. Ez ugye azt jelenti, hogy a tapasztaltabb emberek vannak az arcvonalon, ők már mindent megtanultak, de egyre inkább elfogytak, megsebesülnek, rengeteg ember kapott művégtagbeépítést, közel 40 ezer ember ukrán oldalon, de az oroszon is hasonló a helyzet, és ha most még fiatalabb jönnek az arcvonalba, több amerikai szakértő leírta, hogy kiktől fognak tanulni, hiszen ők eddig az iskolapadban ültek, védettek voltak a mozgósítástól, semmilyen harctéri tapasztalatuk nincs, és ami a legnehezebb, hogy ugye nem lehet az arcvonalból se sok embert elvinni, hogy a kiképzésre felkészítse őket. Korábban nyugaton is képeztek ki ukrán katonákat, de azt maguk az ukrán tisztek mondták el, hogy hát erre a hadszíntérre nem nagyon lehet azt alkalmazni, ahol nagy védővonalak vannak, tüzérségi tűz, amit a nyugaton tanítottak nekik. És ha már itt az előbb beszéltünk a politikai vezetésről, meg a katonai vezetésről is részint, akkor hadd kérjem azt, hogy segítsen abban, vagy azt megérteni, hogy Oroszország részéről Sojgunak a leváltása, az mit, egyrészt mit üzen, tudjuk-e azt, hogy konkrétan miért történt meg ez a lépés, és hogy az ő utódja mennyire tudja betölteni az ő szerepét? Ugye azt látjuk, hogy Oroszországban kormány átalakítás volt, ilyenkor jelentős változásokat lehet bejelenteni. Ugye azt tudjuk, hogy Sojgu védelmi miniszter próbált mindent megtenni, bár nem az ő szakterülete volt ezen a területen helytállni, és mivel az oroszok egyre inkább a hadigazdaság irányába haladnak ezzel a három műszakos lőszer, dróngyártással, harckocsi felújítással, inkább egy gazdasági embert állítottak Sojgu helyére, akinek az lesz a feladata, hogy ezeket jobban összehangolja. Én nem hiszem, hogy Sojgut büntetésből váltották volna le, hiszen akkor már a Prigozsin féle lázadásnál el kellett volna táborítani. Ő megtette a magáét, ő korábban is különleges helyzeteket kezelt Oroszország területén, azaz átalakuló kormány van, és sokkal fontosabb a gazdasági összetevője a háborúnak, vagy ahogy Clemenceau mondta, hogy a háború sokkal fontosabb annál, hogy csak tábornokokra lehetne bízni. Mégis okozhat ez mondjuk egy hadseregen belül bármilyen bizalmi válságot, vagy érdekli egyáltalán a katonákat, az, hogy kivezeti őket? Tehát van egyfajta lojalitás, hogy én mondjuk ráhallgatok, de neki már nem szívesen, vagy ez hogy néz ki? Ugye az orosz rendszer azért más, tehát van a politikai oldala, Putyin, a védelmi miniszter, Sojgu, illetve az új védelmi miniszter, és van a szakmai része, a honvédelmi miniszter alatt a vezérkarfőnök, Gerasimov hadseregtábornok, illetve a katonai körzetek, és illetve a fronton levő alakulatok parancsnokai. A katonák nyilván beszélnek róla, hogy most új a honvédelmi miniszter, de a katonai hierarchiát, tehát a Gerasimov és az alatta levő rendszert ez nem érinti meg. Ők sokkal inkább katonásak és elfogadóak. Ez látható volt az első nagyobb mozgósításnál is. 310 ezer embert mozgósítottak, abból 300 ezer be is vonult. Szeretném még egy aktualitásról is kérdezni, ami már nem az orosz-ukrán háborúhoz csatlakozik. Talán annyiban, hogy itt ugye
Robert Ficónak a tegnapi megtámadásáról kérdezném, és talán annyiban kötődik, hogy látom, hogy itt másnap, tehát ma, mikor mi beszélgettünk, már jelennek meg olyan hírek a merénylőről, hogy milyen, és nyilván kutatják azt, hogy milyen indokai lehettek, mi volt a célja, milyen világnézete volt, milyen ideológiát vallott, és hogy megjelenik az is vele kapcsolatban, hogy ukrán párti volt. Az első kérdésem ez lenne tehát, hogy lát-e ön ebben ilyen szálat, vagy ez egyfajta belemagyarázás a történetbe, és egyszerű belpolitikai okai lehetnek egy ilyen támadásnak? Hát ugye, mivel a szlovák miniszterelnök sem egy túl szeretett és elég megosztó személyiség, mind az Európai Unióban, mint a saját országán belül, nyilván vannak ellene, vagy ellene, bele nem szimpatizáló emberek. Én még megvárnám azért a vizsgálatot. Az viszont biztos, hogy egy elkeseredett ember, aki végrehajtotta ezt a merényletet, az fel volt készülve erre, elvegyült a tömegbe. Most már van egy új videó, 5 lövés hangzik el. Tehát eléggé tudta, hogy mennyi lövést kell leadni ahhoz, hogy legalább életveszélyes állapotba hozza a miniszterelnök urat. Én azt gondolom, hogy ez a brutális cselekedetben persze benne lehet az is, hogy Fico nem támogatja az ukránok fegyverrel való ellátását, háború ellenes. Nyilván az emberek között mind a két oldal felmerült, hogy ki melyik oldalnak szurkol. Én azt gondolom, Fico a saját nemzeti érdekeit vette figyelembe, ő sem tud már más több fegyvert átadni Ukrajnának, és elég értelmetlennek látja a háborút, és szerintem őt igazolják a számok is, ez a rengeteg halott és sebesült. Volt egy szakértő, akivel beszéltem a történtekről, ott részletesebben megbeszéltük több szempontját ennek a támadásnak, és azt mondta, hogy itt Magyarországon ez kevésbé történhetne meg, mert itt a TEK nagyon fel van készülve arra, hogy ilyen ne történhessen meg. Ön hogyan látja, meg tud nyugtatni e tekintetben minket, hogy valóban nyilván, hogy nehéz egy ilyet kivédeni, ezt nagyon sokan elmondják, de hogy mégis a felkészültségünk az magasabb szinten van? Igen, hiszen én azt gondolom, Hajdú János úr csapata, tábornok úr csapata nemzetközi együttműködésben is mindenhol ott van, az izraeliekkel, a német szolgálatokkal, a német különleges erőkkel, a Magyar Honvédség különleges erőivel készülnek együtt, tehát teljesen képbe vannak ezekről. A TEK beosztottai is megfordultak már válságövezetekben, harci cselekmények közelében, tehát ez egyfajta garancia arra, hogy az egyik legjobb szervezet itt a térségben. A másik pedig az, hogy azok, akik a személyi védelemmel foglalkoznak, azok nagyon régóta vissza lehet vezetni egészen Göncz Árpád köztársasági elnök úrig, a megfelelő védelmet, a biztosítást megkapták, tehát én azt gondolom, hogy ez... Bár nem lehet kizárni, hogy történjen ilyen esemény, de mindent maximálisan megtesznek, és maximálisan fel vannak készülve ezekre a feladatokra. Nagyon szépen köszönöm, Resperger Istvánt hallották, katonai szakértőt, minden jót kívánunk önnek. Köszönöm szépen, szép napot kívánok.